November 13-án Gróf Klebensberg Kuno 145. születésnapján beszélgetünk Molnár Csabáné Alízzal, a Petőfi Sándor általános iskola igazgatónőjével. Ki volt Klebensberg Kuno? Hát Klebensberg Kuno, ahogy elhangzott, ugye 145 éve lesz most november 13-án egy szülő, hogy született, egy nagyon nagy hatású politikus, miniszter, egy nagyon fontos tisztséget töltött be 1922 és 1931 között, egy nagyon nagy, aktív, nagyon tehetséges politikus volt a maga idejébe, és mivel Komáromban vagyunk, ne felejtsük el, hogy ebben az időben ő Komárom nemzetgyűlési kép, területi nemzetgyűlési képviselője is volt. Mit köszönhet neki Magyarország, illetve Komárom városa? Hát nagyon sokat köszönhet, hiszen egy nagyon nagy munkabírás és nagy kapcsolatokkal rendelkező politikus volt, aki távlatokban tudott gondolkodni, az oktatást, a kultúrát átfogóan látta, úgyhogy azon túl, hogy több mint 5000 iskolai objektumot hozott létre, iskolákat, tantermeket, az elszakított országrészeken iskolákat alapított, a tanyavilágban gondoskodott róla, hogy népiskolák jöjjenek létre, magyar intézeteket nyitott Európa különböző pontjain, az egyetemek Magyarországra telepítéséről döntött, könyvtárakat létesített, olyan tudósokat hívott haza, mint például Szent Györgyi Albert, aki nem véletlenül 1937-ben, amikor a Nobel-díjat megkapta, akkor először Szegedre, az altemplomba ment Klebensberg sírjához, és megköszönte neki a lehetőséget, amit Klebensberg teremtett számára. Tehát egy nagyon nagy hatású, nagy évű kultúrpolitikus volt a Magyarországnak. Komáromban milyen tevékenységeket folytatott? Hát Komáromban is sok minden fűződik a nevéhez. 1925-ben átadásra került a római katolikus leányiskola, ugye a mai Szent Imre iskola helyén, és ennen az átadón tett Klebensberg egy ünnepélyes ígéretet arra, hogy a jövő évben megkezdődik, és ez volt ugye 1926, megkezdődik a Komáromban a polgári iskolának az építése. Ez így is történt, úgyhogy 1928-ban, több mint 8 évi viszontagságos működés után a polgári iskolai tanfolyam egy gyönyörű, korszerű, nagyon egészséges épületbe került ide a mai Petőfi iskola helyére, úgyhogy a mi intézményünk, a mi iskolánk Klebensbergnek köszönheti a megalapítását. Beszélgettünk itt a riport előtt egy bizonyos emlékműről, aminek egy csodálatos története van. Tetszik nekem erről beszélni valami? Igen, nagy örömmel és nagyon nagy hálával sokakra visszaemlékezve vagy gondolva, ugyanis 1937-ben, amikor Klebensberg halálának az 5. évfordulójáról emlékezett meg a város, akkor Alapi Gáspár itt az iskola falán egy emlékművet adott át, amivel Klebensberg munkásságának kívántak adózni. Ez az emlékmű aztán a II. Világháború után lekerült az iskola faláról, és nagy valószínűséggel megsemmisítésre, szétzúzásra került volna. Ha az iskolánk egy drága emlékezetű pedagógusa, bizonyára azért vannak még az idősebbek között, akik emlékeznek rá, Marcsa Zsuzsa néni ezt az emléket megmentette. A márvány talapzat ugyan tönkrement, de a bronz plakett, ami erre rögzítésre került, az egy zsákban a padláson vészelte át az ivatarosabb időket, és amikor az iskola fennállásának 70. évfordulóját ünnepeltük, akkor ez emlékplakett előkerült, restaurálásra került, kapott egy szép márvány alapzatot, és itt újraavattuk ezen a 70. évfordulón az iskola oldalán, és azóta is minden évben a ballagó diákok azt a lehetőséget, hogy ide járhattak iskolába, az egykori alapítónak egy koszorúzás és megemlékezéssel köszönik meg. Hogy nézett ki az oktatás annak idején Komáromban, illetve miben volt más egy Klebensberg intézmény? De elcsatolás után Komárom egy nagyon periférikus helyzetbe került, hiszen két elemi iskolája volt, a református, illetve a katolikus iskola, de ugye a gimnázium és minden más egyéb a Duna túloldalán, ugye egy idegen országban rekedt, és ez a fele itt maradt igazándiból Komáromnak mindenféle ellátás nélkül, úgyhogy itt nagyon fontos szerepe volt Alapi Gáspárnak, aki összefogva először Korányi Frigyes báróval, aki a területi nemzetgyűlési képviselő volt, majd az őt követő Klebensberggel gondoskodott arról, hogy iskolák kerüljenek megnyitásra. 25-ben ugye a római katolikus leányiskola került a mai helyére, ugye a Szent Imre iskola helyére, és 1920-ban polgári iskolai tanfolyam indításával érkezett a városba Lebis Vince,
aki 8 évig mindenféle méltatlan helyeken szervezte ezt a polgári iskolát, székházakban, bérházakban, különböző, hát nem ennek a célnak kitalált helyen. 7-8 pontja van a városnak legalább, ahol megfordult ez a tanfolyam, és aztán Lebis Vince, aki egy akkurátus, céltudatos férfi ember volt, összefogva a város vezetésével elhívta Klebersberget, és megmutatta, hogy hogyan is működnek ők, és aztán Klebersbergrel vélhetőleg hatással volt ez a történet is, és így aztán engedélyt adott az építkezésre, és létrejött ez a maga korában nagyon korszerű intézmény, ahol külön szárnyban kerültek elhelyezésre a fiúk, illetve a lányok, külön bejárat szolgálta a két nem számára. Később ugye az udvaron platán sort ültettek, itt is külön területen helyezkedett el a fiú, illetve a lánytársaság. Modern eszközöket hoztak az intézménybe, úgyhogy egy óriási változás volt, és egy nagy élmény olvasni arról, amikor leírják, hogy hogyan költöztek be ebbe az épületbe, hogyan vették birtokba, és hogy milyen öröm volt, hogy ilyen új és korszerű körülmények között tanulhattak. Mikor vette fel az iskola a Petőfi Sándor nevet? Az iskola 1952-ben vette fel Petőfi Sándor nevét, addig egyes számú általános iskolaként működtünk, és 52-től tettünk Petőfi iskola, és 1975-től van ez a bizonyos testnevelés, tagozatos testnevelés orientált képzés. Mert hogy köthető ez is Klebensberg Kuno nevéhez, ha jól tudom, a testnevelés? Természetesen igen, mert hogy Klebersberg például a Magyar Testnevelés Egyetem alapítója, ott is található egyébként egy csodaszép szobra, és nagyon nagy, ő maga egyébként nem volt egy túlságosan ügyes, korabeli visszaemlékezésekből legalábbis ez derül ki, hogy nagy testi ügyességről nem tett tanúbizonyságot, egy félénk visszahúzódó szemüveges fiúcska volt, viszont politikusként nagyon nagy jelentőséget tulajdonított annak, hogy ügyes, jó teherbírású fiatalok alkossák majd a magyar jövőt, amit én azt gondolom, hogy csak támogatni lehet. Napjainkban hogyan ápolják az ő emlékezetét? Nagyon büszkék vagyunk rá, és minden lehetséges fórumon, amikor erre lehetőség adódik, akkor szívesen mondjuk el az iskola történetét, illetve próbáljuk tovább ápolni ezeket a hagyományokat, és a gyerekekbe is elmélyíteni az ő személyhez fűződő ismereteket, információkat. 2005-ben voltunk Szegeden a Rókusi iskolában, ami az 5000. klebersbergi objektum, az iskolának a 75. évfordulója alkalmából nyertünk oda egy pályázat útján meghívást, ami egy nagyon felemelő és nagyon szép ünnepség volt. A tavalyi évben egy Klebersberg albumot mutattak be az egyik megyei antikváriumban, és ide is meghívást kaptunk, mint Klebersberg iskola, hogy mutatkozzunk be, mondjuk el a hagyományainkat, és a 90. évfordulón pedig egy komoly versenyt szőttünk Klebersberg alakja köré, ahol az ő munkássága és az iskola történetének összefonódását mutatták be a gyerekek, illetve ezzel kapcsolatos információkat kaptak.